Sziasztok, üdvözletem innen, pokolt a nyáról. Egyébként Tápió György és Újszászkő között vagyok helyileg. Ott a háttérben arrafele van a 120-ávas útvonal, és itt ezen a betonúton bicikliztem el idáig a Tápió Györgyei vasútállomástól. Ott a háttérben esetleg látszik egy-két felső vezetéktartó oszlop, az már a vasútvonal. Szóval amiért itt vagyok, az egyrészt az, hogy a 120-ál vasútvonalon volt egy megállórakodó helye Pokoltanyának, másrészt kiágazott innen egy keskeny nyom távolságú lóvasút a fáradt anya felé, ami egyébként arról jön majd, ezt meg fogjuk nézni, nagyjából arra fele folytatódhat, ahol ott azok a bokrok vagy fák vannak a pusztában, mert ott van egy földút, ahol ugye egykor a kis vasút töltése volt. Egyébként úgy tudom, hogy csak lóvasút volt, tehát motoros járművek nem közlekedtek rajta. Hát megnézzük, mennyi maradt belőle. És ezen az úton egyenesen el tudok menni az egykori megállóhelyig, illetve hát ugye a sinekig is itt lehet elmenni. Úgyhogy ezt fogom most megnézni. Tehát jelenleg Pokoltanyán vagyunk, ami a 120-as, illetve pontosabban a 120-á vasútvonalon van, Tápió György és Újszász között, egykori megállóhely. Tápió György ezt a tartozik közüteket átulat, annak a kiterületén van. A neve állítólag onnan nevett, hogy a tóút mellett található, az erdői bárbágyó voltál kezdőtót. Visszaemlékezésre szerint ezen a környékén lesznek az utazókra a betyárok, élükön Rózsa Sándorral. Sóúton járó kereskedők mondogatták mindig, hogy ha elhagyjuk ezt a környéket, vége a pokolnak. Így ragadt a tanyára a Pokoltanya elnevezés. 20. század elején a terület Léderer Bernard báró tulajdonában volt, saját iskolája és kápolnája is volt. Báró a II. Világháború előtt eladta és emigrált. A háború közben és után a tanyasiak bekényszerültek Tápió Györgyére, ugyanis az állam nem támogatta a tanyák közművesítését. Az egykori állomás, vagyis hát megálló rakodóhely az itt volt. Hamarosan ugye mutatom, egyébként arról jöttem erre fel, és itt van egy átereszt, ez egy jó viszonyítási pont, mert ott arra fele látszik, hogy hol megy át a sinek alatt, és ott már mindjárt vágunk a régi képeket, de az már 1965-ben is megvolt, mikor még itt az épületek álltak, és itt volt egy sorompós átjáró. Tehát ez az, ami biztos. És ezt jól viszont, és az épületek pedig a sinek túloldalán voltak arra fele, tehát a másik irányba, és ott végig, és a kitérő is ott volt. Úgyhogy majd megyek addig, és akkor így a sinek mentén megpróbálok a nyomokat keresni, mert az a túloldalt lesz. És egyébként még Pokoltanyának a másik része. És ez volt az egykori út másik fele, hát látszik már a földúj sincsen meg. És így haladtam tovább az egykori megállóhely fele. És itt van, igen, ez adja magát GPS koordináta szerint, meg úgy egyébként is ránézve, az egykori épület az itt állt. Mutatok majd róla innen képeket is. Fennmaradt több régi kép Pokoltanyáról is. Itt mondom, itt váróterem volt, mert tartozott hozzá egy szobakonyhás szolgálati lakás is. És a fentőre.hu-n még találtam olyan képet is, ahol még látszik az egykori kitérővágány is, mikor még a pálya egyvágányú volt 1962-ben, és volt egy rakodóvágány, és a II. Világháború után ez úgy épült újjá, ezt az előbb nem mondtam el, hogy csak Újszász felől volt beépítve váltó, a másik irányba csonkavágány volt, nem volt bekötve a honnalomba. Tehát Tápió Györgye felől csak körbejárásra lehetett kiszolgálni. Ez bizony biztos, hogy egy egykori épület alapja lehet. Itt ilyen környéken azért nem állt óvatosnak lenni, mert ezek az épületek alá is voltak pincézve, aztán nem biztos, hogy azt rendesen betemették. Tehát itt még a gazban lehet egy gödör is, ami az egykori pincelejárat volt. Azért általában ezt úgy oldották meg, mert már akkoriban is, hogy bontás után beletolták a sittet. És ezt nézzétek. Hát ez biztos, hogy épületmaradvány. Ugye, mi más lenne? Ez vasbeton. Egy képeken is látszott, hogy itt középen volt valahol a bővített tölház, az, hogy nagyjából meg is van, és itt mellette is volt egy melléképület. Itt mögötte is volt, annak a nyomait találtam meg, és még itt is volt egy őrház. Mellette is valahol itt volt. Azt egy korabeli képen látszik a megállóhelynek a táblája.
És közben úgy hallom, hogy jönni fog egy vonat. Tehát nem véletlenül látszik itt így a nyom, mert itt is volt egy épület, de annak valószínűleg már semmi nyomát nem fogom megtalálni. De így az egykori képeket nézve felüldel is, meg a fennmaradt fényképekkel, és egyébként vasútállomások.hu, valaki még nem ismerné, az egyik oldalt, ahol rengeteg képet meg lehet találni, a másik ilyen hasznos oldal pedig ilyenkor a fentről.hu. És még ott arra fele a távolban, úgy nagyjából olyan 4-5 oszlop után volt még egy átjáró, ahol szintén volt egy olyan hely és hozzátartozó melléképületek. Nem biztos, hogy el fogok addig venni. Viszont ott szembe viszont az, mintha egy ilyen fa oszlop lenne. Na, azt megnézem. Egy fa felsővezetét tartó oszlop, pedig úgy tudom, hogy az már az utolsó példányát, amit Ápió Györgyén volt ott a 4. vágányban, az 5. vágányban, amit elbontottak, az ott volt. Ezek szerint van még. Hát ott van a faoszlop, viszont ez nem felső vezetéktartó, hanem egy optikai kábel miatt tették oda. Érdekes, a többi optikai kábelt rátették a felső vezetéktartóra, ennek viszont telepítettek rá egy külön oszlopot. És akkor ismét az útátjárón át. Az Újszász felőli oldalig végül is nem mentem el. Körülbelül 100 méterre megközelítettem, de hát ott már látszik, hogy az már teljesen benőtte a gaz, ott már nem találtam volna semmit. Hát innen meg szerintem adja magát, hogy ez volt az egykori kis vasút töltése. De nagyon látszik, hogy ott nagyjából az egykori pokoltanyai megálló rakodóhely épülete elől indult ki. És itt jött töltésen, és hát innen ugye a földút van a helyén, de innen folytatódik tovább. És akkor most itt állok az egykori töltésen. Egykor itt ment a keskeny nyom távolságú vasút, és itt jobban látszik a töltés. Na most pont jön egy fecske inga. Nézzétek meg! Nagyjából most fog áthaladni az egykori pokoltanyai megállóhely épülete előtt. Hát nagyjából most van az eleje ott. És már itt ment tovább egyenesen. Hát ott a töltés az ott van, ahol azok a... Ott azok a fák vannak, én mellette fogok menni a földúton. Szóval onnan jött a kisvasút, és itt egy ívbe fordult be. És a túloldalt egy másik ívben fordult a másik irányba. Hát ezt most még megnézem. Ezt nézzétek, ez egy régi magtár volt szerintem. És szinte biztos, hogy ugye a kisvasút az itt ment el mellette, tehát szerintem még itt is volt egy-két kitérő vágány, és itt lehetett rakodni. Ez szinte biztos, hogy gabonatároló volt. Hát elég rozogó állapotban van már. És elvileg ott be lehetne azon az ablakon mászni, de nem biztos, hogy én oda be akarok. Csak egy van berácsozva, de ezt most inkább kihagyom. Azért mi mégis a puszta közepén vagyunk, nem okos dolog csak így bemászni. És hát ugye innen jöttünk el, de van ott jött a kis vasút, és akkor itt egy ívben fordult ide, tehát itt már valahol a földút helyén lehetett. Így bizony itt kanyarodott el megint. Itt nagyjából szerintem még ki is vehető, hogy hol jött a töltés, és itt tovább, arrafele. És ott megint átment a közútnál, azt majd meg fogom nézni, hogy van-e valami maradvány, mert lehet, hogy a közútba sínszálak megmaradtak. És aztán szintén egy ilyen Z alakban megy tovább, ott arra fáradt anya fele. És hát látjátok, innen jött a kis vasút. Egykor is itt volt az átjárója, valahol. Hát megnéztem az aszfaltot, itt tüzetesen egy-két helyen már fel van töredezve, de sajnos semmi nyoma nincsen. És itt jött át, de nem olyan egyszerű volt ám, hogy itt majd tovább egyenesen, hanem itt volt benne egy ív, tehát itt valahogy itt elfordult, és majd csak egy kicsit később indult el ott a fáradt anya fele. Tehát itt egy ilyen L alakban, vagy inkább Z alakban így kanyarodott. És ott viszont lesz egy földút, és ott annak a helyén ment egykor. Tehát most ezt fogom követni. Hát fáradt anyából sem maradt szerintem semmi. Legalábbis a műhold képeken nézve. Szóval a fáradt anyáról még van kép, 1960-as évekbeli fentről pontos kép, hogy erről az átjáróról is van, be fogom ide rakni. Úgyhogy ezt most megmutatom nektek, aztán majd itt a közúton megyek tovább, és majd a földútnál fogok lekanyarodni. Ilyen, akkor megmutatom, hogy itt jött a vasút. És itt lehetett valahol egy ív, tehát így,
és kicsit tovább egyenesen, és ott aztán még egy ívvel fordult rá ott a földútra, és szerintem ott a ott annál a fánál már a földút van. És akkor mondom, még egyszer előjött. És akkor innen már jobban látszik egyébként, mint előrünk, és figyeljétek ezt az ívet itt. Tehát ez követte egykor a kisvasút. Sajnos egyébként, mint szerintem a korábban is említettem, de a kisvasútról kép nem maradt fönt, viszont itt nagyjából a töltés is kivehető, hogy itt innen egyenesen ment tovább, és gyerek a föld, és akkor mintha itt. Tehát ez volt régen a töltés. Hát nem hiszem, hogy bármi nyomát is fogok találni, mert ezt már 1960 körül felszedték. Ez még korábban megszűnt, mint a Tápió szelei, illetve a Tápió gyögyérő kiindul a másik kisvasút Újszilvás felé. Azt egyébként később fogom bejárni, mert erdő van az is. És akkor ilyen tovább egyenesen, de azért hátha még valamit. Valami nyomát, ott átmegy egy ilyen kisebb ilyen patakon vagy csatornán, és talán azon még a híd megmaradt. És bizony ez volt a kisvasút töltése, itt megyek most rajta, hát előre is vasárnap, hogyha nagyon remegős lesz most a kép, meg szerintem szélzajos is lesz, mert pont szemből fúj a szél, de hát nem tudok mit csinálni. Az út pedig olyan, amilyen. Szóval, hogy traktorral jártak ezen. Én meg itt próbálok a nyomvájukba menni biciklivel, de szerintem hamarosan inkább kimegyek ott a mellette lévő másikra. Úgy látom, egy dolabig párhuzamosan megy vele. Azért mégis jobban lehet haladni. Viszont még mindig gyorsabb így, mint gyalogolni. Na hát, ahogy látjátok, itt van egy kisebb patak, ami felett átjött a kisvasút, és pont a töltést mutatom. Egyébként itt van a töltés, itt megyek mellett, tehát eddig semmit nem találtam, és nem is valószínű, hogy bármit is fogok. Még egy kb. 2 km egyenesen. De hát, többé-kevésbé járható földutak vannak. Végül is biciklivel azért el lehet így rajta ilyen 10-15-tel szutyogni, csak a nagyon nagyobb kátyúkat kell kikerülgetni. És hát ugye ilyenkor jó a tömörgumi, hogy nem kell a királydinnyékre figyelni, és egy defektet se fogok kapni. Hát erről jöttünk, hogy nyátok ott nagyjából a földútat követi a töltés. És még mindig az egykori kisvasút töltés, és szerintem így már jobban látszik, hogy itt jött végig. Hát egyébként meg csak most körbenézek itt, hogy lássátok, hogy hát bizony itt puszta, ameddig a szem ellát. Ez egykor sem volt népesebb ez a környék. Viszont nézzétek meg, hogy mit találtam. Bizony, ez két kisvasúti betonaj. Tehát igen, valóban ez volt a töltés. Most már biztos. És valószínűleg ez eredeti helyén is van, tehát ezt innen nem mozdították el. Csak vágották, és lehet, hogy van még belőle. Bár szerintem inkább dalfás volt a pálya, mert motoros járművek, én úgy tudom, hogy nem is mentek rajta, ez csak lóvasút volt. Tehát szerintem a nagyakat csak az utolsó éveiben építhettek be, amikor a nagyon rossz állapotban lévő dalfákat cserélték, de nem hiszem, hogy végig betonaljal épült volna, vagy legalábbis uzamosabb szakaszon. Lett volna ilyen átépítés, mert gyakorlatilag addig használták, ameddig üzemképes volt, ilyen minimális karbantartással, tehát tényleg csak annyira, hogy még azért elsen le róla a kocsi. És ezt nézzétek, egy újabb vasúti lelet, innen jó pár kilométer a vasúttal, az bizony egy vasúti betonaj félig beásva a földbe. Viszont nem kis, ez nagy vasúti. És egyébként erre tovább ment a vasút még mindig. Itt már a töltés nem annyira látszik. És azt nézzétek, az pedig lehet, hogy egy sínszeg volt valamikor. Mindjárt nézem közelebbről. Hát nem vagyok benne biztos, meg szerintem nem, mert a sínszegnek a feje az ilyen szokott lenni. Kisvasúton viszont csavar lehetett. Hát szóval bevallom őszintén, nem tudom, hogy ez most kisvasúti lehetett vagy sem. Mindenesetre itt hagyom, ahol találtam. Királykerül pont ott volt a földbe. Hát lehet, hogy semmi köze a vasúthoz, lehet, hogy egykor sín leerősítésre használták, hogy látszik nem szeg, hanem csavar. Nem tudom, ezt meghagyom nektek, ezt a találgatást. Csak írjátok meg kommentbe, hogyha valami pontosat tudtok. Szóval igen, itt volt a végállomás, itt állt az épület, és mellette egy kétvágányos végállomás volt, egy kitérési lehetőséggel. Mindjárt vágok be ide egy képet az egykori végállomás épületről.
Na és itt lehetett egykor a végállomás. Ez a régebbi képeken is látszik, hogy ott a másik földút, meg a másik irányban lévő másik becsatlakozó földút között volt. Na, és ráadásul most biztos, hogy nagy szélzaj lesz, úgyhogy valószínűleg újra is kell venni ezt a hangsávot, mert egyszerűen pont rossz irányból fúj a szél szemből, viszont így adja magát, hogy itt lehetett a tanya. És ami még itt gyanús errefele, ez a pár elszólt tégla, tehát ez lehetett az egykori épületnek a nyoma. És hát már csak azért is valószínű, hogy egykoriban itt volt a végállomás, meg itt a fáradt anya, mert hogy miért hagyták ki a művelésből pont ezt a területet. És itt van még egy betonalj, ami hát lehet, hogy egy kis vasút és egy kicsit szélesebb, tehát mondjuk ott, ahol elágazás van. Tehát akár a kiágazás lehetett itt. Az a fadarab is lehet, hogy egy talpa volt fénykorában, de hát ez már tényleg messze menő beleképzelés is lehet, hogy ha vasúti nyomokat keresel, akkor mindenbe hajlamos vagy meglátni. Tehát ezt már inkább én is azt mondom, hogy ebben most csak én látom bele, hogy ez egy talfa volt, és valójában semmi köze hozzá, csak egy fadarab. Tehát egyébként látok, hogy konkrétan itt ment egykor a kis vasút. Ez viszont itt egy kisvasúti betonalj, ami hát ugye megrepett, szántjátok, viszont ott vannak a tiplik helyei, és ugye látszik a vasmerevítés is benne. Tehát ez az, ami egyértelműen betonalj. Na, aha, és ott van a másik tipli is. És itt van még egy. Na, és ezt nézzétek. A kisvasúti, az pedig egy nagyvasúti betonalj. És hát akkor visszatértem ide, onnan, mert ugye innen tovább menve fáradt anyáig álltam a kis vasúton, és egyébként, tehát ugye ezt láttátok, meg gondolom, hogy ezt nézitek, akkor már tudjátok, hogy azért tárgyi emlékeit is találtam a kis vasútnak, amire aztán nagyon nem számítottam, hogy ennyi lesz, de megvan még a töltés, találtam azért betonaljakat is, egy valószínűsített szerint onnan származó sínszeget, sincsavat, valamit, és mindkét végponton egész jól látszik a töltés is. Tehát innestől kezdve már másik irányba visszafele megyek majd a vasútállomásra, aztán majd a következő vonattal meg haza. Úgyhogy akkor meg is fordítottam az útirányt, hogy arrafele fogok menni. És egyébként maga pokoltanya is érdekes, tehát az egykori iskolának az épülete is áll még, illetve van még egy-két épület, ami áll, viszont hogyha fentről pontul megnézitek a korabeli képeket, a 60-as és sőt még akár 90-es években, sokkal több épület volt itt. Viszont ami nekem feltűnő volt, hogy villanypóznákat nem láttam, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy még most nincs ide bevezetve a villany, viszont ennek viszont el lehet mondani, hogy az egykori iskolának az épületének az oldalán láttam egy foglalatot, meg egy villanykapcsolót is. Bár ugye ki tudja. Csak hát nem tudom, mert Tápió György nincs innen messze, tehát szerintem azért bevezették már ide a 60-as évektől. Fő oka az elvándorlásnak az volt, hogy a közművesítés, ugye beleértve a villamosítást is, ugye a 60-as évben hanyagolták itt a nagy világban, ugye arra ösztönözték az embereket, hogy költözzenek be a városba. De hát későbbiekben nyilván megtörtént. Valahogy, tehát nem nagyon van már ezért áram nélkül maradt rész az országban. Maximum egy-két lakatlan tanya, megjelent a tanya világban. Illetve tudok olyan azért tanyákról, amiben nagyon költséges lenne kihúzni a vezetéket, azért inkább napelemes rendszer telepítettek. És hát akkor ez a videó ennyi lett volna, szerintem egyben lesz felrakva a pokoltanya is, meg a kisvasútnak a bejárása. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, hát innestől akkor visszamondom, visszabiciklizek Tápió Györgyére, aztán majd a következő vonattal meg vissza Pestre. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok, találkozunk a következő videóban.